A Ketubot traktátus 41-es lapja következik, és egy misnával kezdünk a 41-es lap tetején. A misna arról fog beszélni, hogy tulajdonképpen mi a különbség a knász és a slumé nezek a pénzbírság és a kártérítés között. Jelesül, hogy a pénzbírság az minden olyan fizetési kötelezettség, ami több, mint egyszerűen a kár megtérítése, és mint ilyen, ez egy büntetésnek számít. Szemben a kártérítéssel, ami nem egy büntetés, hanem egyszerűen egy vagyoni kötelezettség. Mi a különbség a kettő között? Például az, hogy a büntetést azt az ember a saját bevallása alapján nem kell, hogy megfizesse, mert büntetni nem lehet valakit a saját bevallása alapján, hanem csak is két független tanúvallomása alapján, tekintve, hogy ugyanúgy, ahogy nem lehet egy az elkövetőhöz közeli rokon tanúvallomását figyelembe venni, nem lehet a saját tanúvallomását sem figyelembe venni, hiszen Adam karövel átszmai, hiszen az ember saját magának a legközelebbi rokona. És mint ilyen, akkor ez nem csak a testi fenyítésekre és büntetésekre, hanem a vagyoni pénzbeli büntetésekre is vonatkozik. Ha úgy mér, petiszi ez bitó is a plain, mesámba is a gámmal piac, mert én mesám knász. Egy férfi azt mondja, én elcsábítottam XY-nak a kiskorú vagy fiatalkorú lányát, akkor ez alapján, a vallomás alapján kell, hogy fizesse a szégyen és a kár kártérítését, de nem a knászt, a 50 sekeles pénzbírságot. Ha én még a nafti misám szekenel piac, majd én misám kefeltesulom évárba, ha misa. Ugyanúgy, ha valaki azt mondja, hogy loptam, akkor ez alapján, a vallomás alapján fizetnie kell magának a kártérítésnek az alapját, a tőkéjét, de nem fizeti a 400-500 százalékos pénzbírságot az esetben, hogyha már levágta, vagy eladta az állatot. Ugyanígy, ha én is sejlesz plaini, jó is sejlesz plaini. Ha valaki azt mondja, hogy az ökröm felöklelt valakit, vagy felöklelt egy másik ökröt, akkor ezeknek a kárát ki kell, hogy fizesse. Hémis sajri, ez ávda is öplajni, ha viszont azt mondja, hogy a ökröm fölöklelte XY-nak a szolgáját, akkor azért nem kell fizetnie a saját bevallása alapján. Mi a különbség ezek között, az öklelések között, arra majd vissza fogunk térni. Záklal, az alapszabály azonban a következő. Kollam és sálem jöjszerel már se ízik, én nem is sálem alpiác majd. Bárki, akinek a fizetési kötelezettsége több annál, mint amikor a kárt tett, ott az knásznak, pénzbírságnak számít, és ezért a saját bevallás alapján nem fizet. Idáig tartott a misna. Ugye, mi volt a misnának az első paragrafusa? Ha oimérpe tisziez bitoise plojni. Ha valaki azt mondja, hogy elcsábította valakinek a lányát. Ugye, miről van itt szó? Hogy elcsábította valakinek a lányát, és akkor itt az a kérdés, hogy kell-e fizetnie a kártérítésen túl a pénzbírságot is. Azt kérdezi, a tanulva liszni a nászti? Miért a csábításról szól a misna? Miért nem szól a nemi erőszakról? Ugye a szabály az az, hogy a nemi erőszaknál mindenképp fizetnie kell az 50 sékel pénzbírságot, a csábításnál csak akkor, ha végül is nem veszi el a lányt. Akkor logikusabb lett volna, hogy a nemi erőszakról beszéljen. Azt mondja, a Talmud, amikor jöjjön, már lőj, mi baj a nászti?
lőjük a pagimra. De a sállam bőjös a szupram, a piacmajában a ptiszidek a pagimra. Lőj, mesel már a piacmajük a másmelan. Szóval Talmud azért mondta a Misna, azért használta a csábítás esetét, mert azt akarta mondani, hogy még a csábítás esetében is, pláne az erőszak esetében fizetnie kell az alapot, vagyis a szégyen és a kár térítését. Miért? Azt gondolhattam volna, hogy a csábítás esetén kevésbé kéne hinnünk az ő tanúvallomásának, tekintve, hogy azzal a tanúvallomással, hogy azt mondja, hogy elcsábítottam XY-t, azzal hát eléggé degradálja a lánynak a erkölcsi tartását, tehát rontja az ő erkölcsi megítélését. És van egy olyan alapelv, hogy egy embernek a tanúvallomását kevésbé hisszük el, hogyha az valaki mással nézve valamilyen degradáló. Állapotot eredményez. Még egyszer úgy értve, tehát, hogy valakinek a saját magára való tanúvallomását akkor kevésbé hisszük el, hogyha az amellett, hogy saját magára nézve valamilyen kötelezettséget von maga után, még valaki másra nézve valamilyen degradálással jár. Most ugye, ha valaki elcsábít egy lányt, akkor az azt jelenti, hogy a lány egy könnyű erkölcsű lány, hogy ilyen könnyen adja magát valakinek. És ezért azt gondolhattuk volna, hogy kevésbé hiszünk ennek a férfinek, és ha nem hiszünk ennek a férfinek, akkor nem kellene fizesse a szégyen és a fájdalom, bocsánat, a szégyen és a kár térítését. És ezért mondtam is azt, hogy de ezeket mindenképp fizetnie kell. És hogyha ez így van a csábításnál, pláne, hogy így van a nemi erőszaknál, és ezért használta a csábítás esetét a Misna példaként, és nem a nemi erőszak esetét. Már színszín, de lőkáj, tájna, de tájnyi rabbi simon, mennyi uda, ime, misum rabbi simon, ábba is, az öbb gámin, mes álma api átszmaj, lőkál, hém mennös, hívgöim, bitaim, beplain. Azt mondja erre a Talmud, és hogy mivel ez így van, akkor ez azt is jelenti, hogy a mi misnánk nem rabbi simon ben Yehuda és rabbi simon véleményét követi, akik igenis azt mondták, hogy a csábítás esetén a csábító az a saját tanúvallomása alapján nem kell, hogy fizessen még a szégyen és a kár térítését sem, tekintve, hogy nem hisszük el neki a tanúvallomást, tekintve, hogy a tanúvallomás, amit ugye elsősorban magára nézve jár kötelezettségekkel, de mégiscsak a lánynak az erkölcsi emberi személyiségére való tekintettel valamit ront. Ugye, ahogy ezt az előbb mondtuk, és Simon azért azt mondta, hogy nem hisszük el az ilyen jellegű tanúvallomást. Azt kérdezi a Talmud, Amelérav papalá, báje, nihaleledi, dalmáj. Akkor Rabbi Simon szerint mi a helyzet abban az esetben, hogyha a lányt nem zavarja ez a tanúvallomás, és nem zavarja az, hogy ezzel a tanúvallomással az ő jó erkölcsét, a hírnevét rontja egyben a férfi. Akkor kell fizetnie szégyen és kár térítést? Azt mondja, Talmud, Dilmallai Nihalai Lavia, azt mondja, nem, miért nem, mert attól még, hogy a lány nem zavarja, ettől még valószínűleg az apját zavarja. Nihalai Lavia Máj, na, de akkor mi a helyzet, hogy az apját se zavarja? Dilmallai Nihalai Neolib Neim Ispacha, azt mondta, hogy jó, de lehet, hogy valakit a családból zavar. Niha leolem is paha máj. Azt mondtam, hogy nem, hogyha senkit nem zavar a családból, akkor kell fizessen?
Azt mondja, a Talmud ijevsedelői, de leik a hádbe, mi lesz a jamdadai nihalé. Azt mondja, a Talmud, ez nem lehetséges, hogy ne legyen valaki a családban, ha más nem, akkor valahol a tengeren túl, akit ne zavarna, hogy a lány és ezen keresztül a család jó hírnevét ez rontja. És hogyha ez így van, akkor nem hisszük el a fickónak a tanúvallomását, és hogyha nem hisszük el a fickó tanúvallomását, akkor az magára nézve sem jár kötelezettségekkel, tehát nem kell fizetnie. Nem kell fizetnie még a bojse szubgám, a szégyen és a kár térítését sem. A következő eset, ami a Mishnában volt, az amikor valaki azt mondja, hogy loptam, akkor ez esetben fizetnie kell a tőkét, de nem kell fizetnie a négyszeres vagy ötszörös pénzbírságot. Itt már Pálga Niszka, Rav Papa, már Pálga Niszka, Maina, Rav Huna, Breid, Rav Isua, már Pálga Niszka, Knasza. Itt eddig arról volt szó, amikor egy olyan fizetési kötelezettséggel volt dolgunk, amelyik több, mint a 100%. Mi a helyzet azon a fizetés, és ugye erre mondtuk azt, hogy ez pénzbírságnak számít, és mint olyan, ami pénzbírságnak számít, az nem, az, bocsánat, mivel ezt pénzbírságnak számít, ezért az nem behajtható, vagy nem fizetendő az illető saját bevallása alapján. Ugye ez akkor eddig arról szólt, amikor a fizetési kötelezettség több, mint a tőke. Mi van akkor, hogyha olyan speciális fizetési kötelezettségről beszélünk, ami kevesebb, mint a tőke. Így például a hacinezek, pálganiszka. Ugye hol van hacinezek? Majd ugye a kártérítésekről szóló traktátusokban erről részletesen lesz szó. Amikor valaki nek az ökre nem öklelős ökör, és mégis felöklel valamit, egy másik ökröt mondjuk, akkor azért fél kártérítést kell fizetnie. Tehát a kárnak a felét kell kifizetnie. Kérdés az, hogy ez akkor most mi? Ez egy kártérítés, vagy ez is egy knász, egy pénzbírság? És ilyen módon akkor az a kérdés, hogy ha pénzbírság, akkor nem fizeti a öklelős ökör gazdája, ha saját bevallására hagyatkozunk. Hogyha kárterítés, akkor viszont kell fizetnie. Rav Papa már pálganiszka me moina, Rav Papa szerint ez kárterítés, Rav Huna Breid, Rav Isua már pálganiszka, Rav Huna szerint pedig pálganiszka knasza, szerint ez pénzbírság. Rav Papa már pálganiszka me moina, köszöver szám svarim, lábe cheszka simur kájmi. Bedinúdom sám, kulev rachmanod a hajsza leo, de a kátilai a tura. Miért mondja azt Rav Papa, hogy ez kártérítés? Mert ő azon az állásponton van, hogy az alaphelyzetben is egy ökör, az nem tekinthető veszélytelennek. Nem tekintjük úgy, hogy attól még, hogy nem öklelt eddig, ezért soha nem is fog öklelni. És mint ilyen, a gazdának figyelni kellett volna rá, és ha nem figyelt rá, és az öklelt, akkor tulajdonképpen a teljes kárt ki kéne fizetnie, csak a Tóra speciálisan eltért ettől, megkönnyörülve az ökölnek a gazdáján, tekintve, hogy még nem bizonyult öklelős ökölnek ez az ökör, ezért azt mondja, jó, hát akkor ne kelljen a teljeset fizetni, fizesse csak a felét. A fundamentális is van, már pálganiszkak, naszak, szavas szám, svarim, heszkes, simur, kájm. Rav Huna pedig fordítva mondja, szerinte ez a fél fizetési kötelezettség, ez egy knász, ez egy pénzbírság. Miért? Mert alapból, ahogy azon az állásponton van, stam svarim cheska simur kaimi, hogy normális ökrök, akik nem bizonyultak, amelyek nem bizonyultak még öklelős ökölnek, azok veszélytelenek. Ubedinhud löjle shalem klál. És valójában a törvény az lenne, hogy nem kéne egyáltalán az illetőnek fizetni. Rachmanu, de kanszei kivi heichaden interele ture, és a Tóra az, amelyik egy speciális szabállyal knászt, azaz pénzbírságot vet ki az illetőre, azért, hogy az emberek jobban vigyázzanak a nem öklelős ökrükre is. Tehát így akkor tulajdonképpen ez a két vélemény,
És ezen múlik, hogy a két eltérő percepció múlik, hogy akkor az nem öklerős ökör által okozott kár, és annak a kártérítése az knasza, az pénzbírság, vagy vagyoni kártérítés. Most a Talmud ezt a kérdést fogja viszonylag hosszan elemezni, és fog megpróbálni bizonyítékot találni erre vagy arra a álláspontra. Pontosabban leginkább arra, hogy a cín ezek, hogy a feles kártérítés az egy kártérítés, és nem pedig egy knász, egy pénz. Négy helyről is megpróbál majd a Talmud bizonyítékot hozni, és ezeknek a megjegyzése érdekében egy szimánt, egy emlékeztető szójátékot jegyez itt föl. Siman hizik ma behémi szklál. Nézzük akkor, hogy mi az a négy. Az első. Na, nézzek van mázik bete slumim. Mishnában azt tanultuk a Baba Káma traktátusban, hogy a kár tevő és a kár vallott közösen vesznek részt a füzetésben. Úgyhogy mit jelent ez a mondat? Ez nem teljesen világos, és most a Talmud úgy érti, hogy mit jelent az, hogy a kárvallott és a kártevő közösen vesznek részt a kár kifizetésében. A legkézenfekvőbb magyarázat az lenne, hogy ez azt jelenti, hogy arra az esetről beszél itt a misna, amikor hecin ezek, tehát a kár felét kell csak, hogy megtérítse a kártevő. És erre mondja azt, hogy a kárvallott és a kártevő felesben állják a fizetést, mert ugye csak a fél kárt kell kifizesse a kártevő. Most ugye, hogyha itt valóban azt az álláspontot fogadjuk el, hogy ez egy kártérítés, mert alapból tulajdonképpen az egészet ki kellett volna fizesse a kártevő. Csak a Tóra könyörül rajta, tekintve, hogy hát nem tudja az ember azért olyan hatékonyan őrizni. Nem lehet minden ökör mellé egy őrt állítani, ahogy azt korábban mondtuk, akkor világos, hogy itt miről van szó. Tulajdonképpen a kár teljesen járna a kárvallottnak, de most a felét mégis ő magára vállalja, és csak a másik felét fizeti a kártevő. Akkor bíslém, hogy mondom, hogy pálganizköbő mamaina, hogyha az a vélemény követjük, amelyik azt mondja, hogy a felesben fizetett kár az egy kártérítés, akkor hány de sájek nizakot és lumi, akkor értjük azt, hogy mit jelent az, hogy a kártevő és a kárvallott közösen állják a kárt, a kár vallott is, mert a kár vallottnak tulajdonképpen járna az egész, és ő most le kell, hogy mondjon a feléről. Erről mondom, hogy pálganiszka knasz, a hástaládi dékosak, illetves luminiszi. Ha viszont azt az álláspontot követjük, hogy a fél felesben fizetett kár az egy pénzbírság, akkor hástaládi dékosak, akkor ugye itt tulajdonképpen alapból, mint kártérítés nem járna semmi a kárvallottnak, akkor mert a slumén iszei, akkor hogyan lehetné azt mondani, hogy ő részt vesz a kártérítésben? Ugye neki nem járna semmi, az a fél kár, amit kap, az egy pénzbírság. Azt mondja a Talmud, löj nitzrecha le frászne véla. Szóval a Talmud nem, ez egy félreértés. Nem a felesben fizetett kárról van itt szó. Tehát nem arról van szó, hogy azért, hogy felesben, tekintve, hogy feles kártérítés van, ezért annak akkor az azt jelenti, hogy a kártevő és a kárvallott közösen vállalják a kárt. Nem erről van szó, hanem arról van szó, amit úgy hívunk, hogy az állattetem
amortizációja. Romlása. Vagyis van egy olyan szabály, hogyha valakinek az ökrét egy másik ökör felökleli, akkor ugye a másik ökör gazdája a kárnak a felét ki kell, hogy fizesse, de a kárnak a feléből levonják az állat, a felöklelt ökör tetemének az értékét, és az állatnak a tetemének az értéke, vagy az állatnak a teteme maga, az a kárvallotté. Tekintve, hogy ez a kárvallotté, hogyha az állat tetemének az értéke még amortizálódott, azok után, hogy felöklelte a másik ökör, akkor ez az amortizáció, ez a kárvallottnak a kára, tehát ő viseli annak a kárát, és erre gondoltam is, arra, amikor azt mondta, hogy a kártevő és a kárvallott közösen viselik a kárt. Tehát nem alapból a feles kár koncepciójára gondolt, hanem erre a specifikus szabályra, hogy a kárvallott tetemének, az amortizációjának a kárát a kárvallott viseli. Azt mondja a Talmud, Hászne Veila, Tanina, Tesslumin ezek, Lamecsá, Bájlin, mert Táplin benne Veila, azt mondja, de ez nem lehet, hogy erről lenne szó, mert a egyel korábbi misna az már ezt konkrétan kimondta. Ugye konkrétan mondta az egyen korábbi misna, hogy a maga a kifejezés, hogy a slumén nezek, hogy a kártérítési fizetség, az arra tanít bennünket, hogy a kárt szenvedett ökörtulajdonos felelőssége az állattetemmel foglalkozni. Tehát, hogyha az amortizálódott, akkor az ő számláján amortizálódott. Most ugye akkor azt jelenti, hogy az előző misna már konkrétan ezt a szabályt kimondta, akkor ez a mostani misna nem lehet, hogy ugyanazt mondja el. Azt mondja, Talmud, hát be tam, hát be múlt. Azt mondja, de igenis lehet. Miért? Mert ez a szabály, hogy a kárvallott a felelőse a felöklelt ökörnek, ez a szabály, ez mind így van a nem öklelős ökör kártevése, és az öklelős ökör kártevése esetén. És az egyik misna a nem öklelős ökör, a másik misna az öklelős ökör esetéről beszél. És mi szükség van mind a kettőnél rögzíteni, hogy a felöklelt ökör tetemének az amortizációja az a kárvallottnak a felelőssége. Úgy szriha, de ilyasmi olyan talmisum, de kátélloj iájét, abel múl, de ájéd, émolloj. Ugye azért kell ezt mondani, mert hogyha csak a nem öklelős ökörnél mondaná ezt, akkor azt gondolhatnánk, hogy hát ott azért a kárvallottnak a felelőssége a tetem, mert a kártevő hát nem annyira felelős, hiszen még nem volt felkészülve arra, hogy az ökre öklelni fog, és ezért nem rá terheljük még ezt a felelősséget is. De ilyesmi nem múlt misundik, ami sálam kullával támémelőj, ha pedig csak az öklelős ökörnél mondta volna ezt a misna, akkor pedig pont fordított logikával azt gondolhattuk volna, hogy az öklelős ökörnél valóban a kártevőnek a felelőssége a dolog. Bocsánat, a kárvallottnak a felelőssége a dolog. Tekintve, hogy a kártevő amúgy az egész kárt kifizeti, tehát akkor ezt a dolgot már valóban ne neki kelljen viselnie. És ezért kellett mind a két helyen mondania azért, hogy tudjuk, hogy mind a két esetben a kárvallottnak a felelőssége a ökör tetemének az amortizációja. Oké, okay, tehát ha ez így van, akkor ez a misna ez nem bizonyít semmit magának a fél felesben fizetett kár, hát színezek
szabályának a tekintetében, vagy annak a tekintetében, hogy az kártérítésnek vagy pénzbírságnak számít. Tasmá, mábén, tamle, muéj, tam, mesálem, hacin, ezek még ufaj, muéj, mesálem, ezek saleminália. Mit mond a misna? Megint csak az öklelős ökör kapcsán, a babakám a traktátusban. Ugye az öklelős ökörnél teljes a kártérítési kötelezettség, a nem öklelős ökörnél csak a fél kártérítést kell fizetni. És a misna felsorolja, hogy milyen más különbségek vannak még. És azt mondja, hogy a nem öklelős ökörnél a kárt az öklelős ökör értékéig kell megtéríteni. Tehát, hogyha a félkár az több, mint az öklelős ökör értéke, akkor az már nem térítendő. Umúd mesálim, nezek soraminál ilyen. Amikor egy öklelős ökörről van szó, akkor viszont a teljes kárt kell megfizetni, akkor is, hogyha az több, mint az öklelős ökör értéke. Ugye, amikor a misna ezt mondja, akkor lőjük tanisátom, én me sámál piácmai, múlt me sámál piácmai. Amikor ezt tanítja a misna, mint különbség, akkor azt a különbséget például nem mondja, hogy az a különbség, hogy a fél kárt azt az ember, vagy a teljes kárt az ember, az öklelősökör esetén teljes kárt az ember a saját bevallása alapján is fizeti, a feles kárt viszont nem fizeti saját bevallása alapján. Most, hogyha igaz lenne az hogy a feles kár az egy knász, az egy pénzbírság, és nem pedig egy kártérítés, akkor ezt a különbséget is kellett volna, hogy mondja a misna, amikor sorolja a különböző részletkülönbségeket a öklelős ökör kártérítése és a nem öklelős ökör kártérítések között. Azt mondja a Talmud, Tandavesier, szerintem igen, hát ugye volt ez a felsorolás, ez egy felsorolás, de nem egy teljes felsorolás. Kihagyta ezt is, kihagyott mást is, de nem egy teljes felsorolás. Most, hogyha ez valóban nem egy teljes felsorolás, akkor kell, hogy még legyen, kell, hogy még találjunk példákat. Mik azok a dolgok, amiket valóban nem sorolt föl a misna. Májsír, de hájsír, mi van még, amit a misna nem sorolt föl, úgy, ahogy ezt sem sorolta föl? Sír, ha cikkai fel. Nem sorolta föl a váltságdíj, a fél váltságdíj szabályát. Ugye miről szólna ez a fél váltságdíj? Hogyha egy nem öklelős ökör, ugye egy ökröt öklel föl, akkor fél kártérítést kell fizetnie. Ha egy öklelős ökör öklel egy ökröt, akkor teljes kártérítést kell fizetnie. Ha egy nem öklelős ökör, ha egy öklelős ökör egy embert öklel föl, akkor a gazdának égi halálbüntetés jár, de fizethet kófert, tehát váltságdíjat, és ezzel megváltja, vagy kiváltja, ez egy speciális szabály, kiváltja ezt az égi halálbüntetést. Viszont, hogyha egy nem öklelős ökör öklel föl egy embert, akkor nincsen cikkai fel, nincsen fél kártérítés, bocsánat, fél kiváltás, vagy váltságdíj, ilyen lehetőség nincs, akkor ez is egy különbség, és akkor látjuk azt, hogy vannak különbségek még, amiket nem sorolt fel a misna. Azt mondja, Talmud, imisum haci kaifej, lássi urahu, amani rabig jajszi aglili hida amartam, mesálem haci kaifej. Azt mondja, Talmud, nem, ez nem egy... nem feltétlenül olyasmi, mint a misna kihagyott, mert lehet, hogy ez a misna, ez a Bielszeg Lili véleményét követ, és a Bielszeg Lili valóban azt mondja, hogy fizetni kell fél váltságdíjat is ebben az esetben. Oké. A következőben a Talmud a pont a mi misnánkból fogja próbálni bizonyítani, hogy a fél kártérítés az egy kártérítés.
Tasma, a helyi sajri ezt plöjni, oly sajri és a plöjni, nézem is állam a piac, majd máj lábbetám. De mi Mistánk mit mond? Azt mondja, hogyha valaki azt mondja, hogy a saját bevallására, hogy a ökröm fölöklelt valakit, vagy fölöklelte valakinek a marháját, akkor a füzetnie kell a saját bevallása alapján. Ugye miről van itt szó a mi Mistánkban? Egy öklelős ökörről, vagy egy nem öklelős ökörről? Feltételezzük, hogy egy nem öklelős ökörről, és hogyha egy nem öklelős ökörről, akkor ez a fizetség, amiről itt beszélünk, az egy hacinezek, az egy fél fizetség, egy fél kártérítés, és mégis azt mondja a Misna, hogy azt a saját bevallása alapján fizetnie kell. Akkor tehát milyen következik ebből, hogy a fél kártérítés is kártérítés, nem pedig pénzbírság. Azt mondja a Talmud, laj, be múlt. Szóval nem, ez egy félreértés, nem egy... nem öklelős ökörről, hanem egy öklelős ökörről van itt szó. És itt nem fél kártérítésről, hanem teljes kártérítésről. Azt mondja a Talmud, hogy tammáj. Ah, akkor egy nem öklelős ökörnél mi lenne a szabály? Én nem is elmál piac, ő nem fizet a saját bevallása alapján? A tani széfa, én nem is elmál piac, hogy avdő is a plöjni. Én nem is elmál piac, hogy niflög, hogy itt nabíj dalbad, vagy már múlik be múlda, vagy tam, én nem is elmál piac, hogy... Azt mondtam, hogy ugye ez azért furcsa, mert a Misna vége, amikor ellenpéldát hoz, akkor azt mondja, hogy ha viszont valaki azt mondja, hogy az ökröm fölöklelte valakinek a szolgáját, akkor az a speciális pénzbírság, amit a szolga fölöklelés kapcsán fizetni kell, azt nem fizeti a saját bevallása alapján. Ha igaz lenne, hogy egy ugyanilyen különbség van a fél kártérítés és a teljes kártérítés között, akkor a Misna a végén nem csak a szolga felöklelésének az esetét kellett volna, hogy említse, mint differencia specifika, hanem a teljes kár és a fél kártérítés esetét. Tehát azt kellett volna mondania, hogy bamedvarim bamurim, miről beszélünk itt, amikor teljes kártérítés van, akkor az ember fizeti a saját bevallása alapján, de hogyha fél kártérítés van, akkor nem. Kula bemújét kamájri. Azt mondtam, hogy nem, itt az egész Misna az teljes kártérítésről szól, és azért a végén nem a teljes kártérítés és a fél kártérítés között tesz különbséget, mint kártérítés és pénzbírság közötti különbség, hanem a teljes kártérítésen belül a szolga felöklelése és más esetek között. Végezetül pedig a Talmud megpróbálja egy negyedik helyről bizonyítani, hogy a hacinezek, a félkártérítés, az kártérítés, és nem pedig speciális pénzbírság. Méghozzá a mi Misnánk végéből próbálja ezt bizonyítani. Tasmá, mit mond a Misna vége? Zeáklal, kalamos állami egyszerűen másik hízik, én nem is állam áll piacmai. Minden ilyen esetben, amikor valaki többet fizet, mint amennyi a kár volt, akkor az tekintve, hogy pénzbírság és nem kártérítés, mint bírság, büntetés, ezt nem fizeti a saját bevallása alapján, hanem mindenképp külső bizonyítékok vagy külső tanúvallomások alapján fizetheti csak. Mit mond itt a szöveg? Ha többet fizet, mint ami a kár. Ha pachrész, mi másra hízik, mert sálam alpiac, mert ezek szerint viszont, hogyha kevesebb a fizetési kötelezettség, mint a kár, lásd, fél kártérítés, akkor igenis kifizetheti a saját bevallása alapján, vagy kifizethetendő a saját bevallása alapján, tehát akkor mégsem knászról van szó. Löjte ima, ha pachesz mási ízik, ele ima, ha kámasi ízik, mi salmál piac maj. Azt mondja, Talmud, ne úgy értsd ezt a szöveget, hogy ha kevesebb a fizetés kötelezettség, mint a kár, akkor azt fizesse ki, hanem amennyit kár tett, annyit fizessen ki.
Ával pachasz máj, én nem esem áll piacmai, akkor kevesebbet, mint a kár. Tehát egy felkártérítést, azt ne füzesse a saját bevallása alapján. Niszni záklál. Kol makaim, kol se innen is állam, kámas ízik, én is állam alpiác, mint más pakhoz, más mondja össze. Azt mondja, a Talmud, akkor nem azt kellett volna, hogy Mista mondja, hogy minden, ami több, mint a kár, azt ne füzesse a saját bevallása alapján, hanem azt kellett volna, mondja a szöveg, hogy minden, ami eltér a kár összegétől, legyen a kár több, a kár kevesebb, tekintve, hogy nem ezt mondta a Misna, ebből tényleg úgy hangzik, hogy a pénzbírság kategóriája az csak az, amikor többet fizet, mint a kár, de nem az, amikor kevesebbet. Ti jufta, azt mondja, Talmud, valóban ez egy jó kérdés. Vilhasza, pálga, nizka, knasza. Mégis a halacha az az, hogy a fél kártérítés az nem kártérítés, hanem pénzbírság. Azt mondja, Talmud, ti jufta, vilhasza, lehetséges ez? Hogy van egy kérdésünk, nem sikerült bizonyítani, és mégis ez a halacha. Azt mondta, hogy én, igen. Tájma máj utószúr, misum delők tani, kámasi hízik. Lőj peszikülej. Kiven de ikakáci, nezek cröjrez, de hilkhasza gmirila, de me majnehu. Misum hachilék tani. Azt mondja, miért volt kérdés? Ugye miért nem volt tökéletes ez a bizonyítás a mi mistánk végéből? Mert a szöveg azt mondta, hogy minden esetben, amikor többet fizet, mint a kár, és mire azt kérdeztük, hogy miért nem mondja azt a szöveg, hogy minden esetben, amikor eltérően fizet, mint a kár. Ugye azért nem tudta volna ezt mondani, mert ha így fogalmazott volna, akkor se lett volna tökéletes a fogalmazás, ugyanis van egy olyan félkártérítés, ami mindenki szerint vagyoni kártérítés, és nem pedig pénzbírság, és ez pedig az, amikor az állat végigszalad valahol, és fölver kavicsot, és azzal kárt tesz valamiben. Ott mindenképpen fél kártérítés van, azért, mert ez nem egy annyira bevett, vagy egy normális formája az állatok révén történő kár okozásnak, amire előre figyelnie kellett volna olyan szigorúan az állattulajdonosának, és ezért az egy fél kártérítés, és az mindenképp kártérítés. Tehát, hogyha azt mondta volna a szöveg, hogy az számít csak kártérítésnek, ahol pontosan annyit fizet, mint a kár, de hogyha többet, vagy ha kevesebbet, akkor az már büntetés. Pénzbírság, ez nem lett volna erre az esetre sem igaz. Tehát ez a kérdés nem egy olyan erős kérdés. Ezért aztán a végeredmény az az, hogy a fél kártérítés az igenis egy knász. És ennek kapcsán a Talmud még tesz egy fontos megállapítást. Hásta, de a márt pálkanizga knasza. Tekintve, hogy valóban a fél kártérítés az egy knász, az egy pénzbírság, és nem pedig kártérítés. Háj kálba da achla imri, és sunra da achla tárnagelli rájvevi. Akkor minden olyan esetben, amikor egy állat valamilyen szokásostól eltérő dolgot csinál, például egy kutya megeszik egy nagy kecskét, vagy egy macska megeszik egy nagy tyúkot, mert sunahu az a szokástostól eltér, és mint a szokástostól eltér, ezért ez olyan, mint a nem öklelős ökör, amelyik öklel, és ilyenkor fél kárt kellene fizetni, de a fél kár, ahogy most mondtuk, az nem kártérítés kategória, hanem pénzbírság kategória, a pénzbírságot pedig lőjmak binambe bavel, azt Babilóniában nem lehet behajtani, ugyanis pénzbírságot, mint büntető kategória, büntető felhatalmazása a bíróságoknak, csak Izraelben van olyan bíróságnak, amelyik egy olyan dájanokból, olyan bírákból, rabbikból áll, akik Mózestől visszavezetve muszmachim avatottak, és Babilóniában ez elveszett, ez az avatottság, tehát ott nincsen ilyen igazi büntetőjoggal is felhatalmazott bíróság, tehát ott ezt a fél kártérítést, mint a nem öklelős ökör felöklelése, általi öklelés, vagy a kutya valami szokásostól eltérően egy nagy kecskét megeszik, vagy a macska megeszik egy nagy tyúkot, stb. Itt ezeket nem lehet behajtani ezekben az esetekben a félkártérítés, mert tekintve, hogy valójában ezek mind a pénzbírság kategóriájába tartoznak. Itt a fász, ával zutra urhehi umagbinem. Viszont, hogyha normál esetről van szó, tehát hogyha egy kutya egy kisebb állatot eszik meg, vagy egy macska egy kisebb, mint egy nagy tyúkot eszik meg, akkor ott teljes kártérítés van,
és ott igenis be lehet hajtani. Mi itt tafász, lojmafkinem minei, de ugyanakkor annak ellenére, hogy a félkártérítést nem lehet behajtani Babilóniában, ha mégis a kárvallott azt elkobozta a kártevőtől, akkor azt nem vesszük el tőle. Mi jomára külön az imdobe ecisztra, meg binelévilé, azilme sám tinelé, valamint, hogyha a kárvallott azt mondja, jó, hát hogyha itt Babilóniában ezt nem lehet kikényszeríteni, akkor kérem, hogy Izraelben határozunk meg egy időpontot, amikor megyünk bíróságra, akkor bizony meghatároznak egy időpontot, és hogyha a kártevő nem megy vele, akkor akár ki is lehet közösíteni, tehát rá lehet kényszeríteni, hogy akkor menjenek el Izraelbe, ahol van ilyen bíróság, nem is a Talmud időben még volt, és ott hozzák meg ezt a döntést. Beinkahu beinkah mesem tinan. És mindettől függetlenül, amúgy különben ezt a tulajdonost, a kártevőt ebben az esetben, amikor egy kutya megeszik egy kecskét mondjuk, azt mindenképp kiközösítjük, mert nem lenne szabad egy ilyen kutyát tartani otthon, de amrinellé szalik hezékak, ugyanis azzal tudunk előállni, hogy vedd el, szüntesd meg ezt a kockázatot ezzel a harapós kutyával, minden Rabbi Nasson, de tánya, hogy Rabbi Nasson is tanította, Rabbi Nasson, én mi nájn sülő ígdel adom, kelev rábeszéljük be iszaj, Rabbi Nasson is tanította, hogy ne neveljen az ember egy rossz kutyát az otthonában, rossz kutya itt van, szegény ilyen harapós kutyát jelent, velő jámít szülömre rúha beszéljük be iszaj, és ugyancsak ne rakjon, ne tartson egy labilis létrát az otthonában, ezek mind-mind kockázatot jelentenek, és nem már, hogy taszim donbe szecha, mert a Tórában az van írva, ne tegyél vért a házadban. Tehát annak hogy ez a te házad kockázatos, másokra veszélyes dolgot akkor sem szabad otthon tartani. Hadran alach élő nájrasz, hadran alach élő nájrasz, hadran alach élő nájrasz. Ezzel befejeztük a harmadik fejezetet, és hamarosan jelentkezünk a 42-es lappal és a negyedik fejezettel.